Köszöntöm nézőinket! Tekintsék meg adásunkat, ezen a héten is nagyon sok színes, érdekes anyaggal készültünk önöknek. Maradjanak velünk! Adásunk elején rövid hírekkel kezdünk. Kedd reggel, július 11-én, nem sokkal 6 óra után Hajdúszoboszlón a Böszörményi út és a József Attila kereszteződésében egy motorkerékpár és egy szürke színű személyautó ütközött össze. Úgy tudjuk, hogy az autó a József Attila utca irányából érkezett és behajtott a kereszteződésbe. Nem vette észre a neki jobbról érkező motorost, aki hiába fékezett, már csak a személygépkocsi oldala tudta megállítani. Az eset során egy személy sérült, a motorkerékpáros. Súlyos koponya és végtagsérüléseket szenvedett, ezért őt a mentőszolgálat hajdúszoboszlói munkatársai kórházba szállították. Az anyagi kár jelentős. Az eset körülményeit a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság közlekedési alosztálya vizsgálja. Idén 11. alkalommal rendezték meg az ország legerősebb rendőre versenyt. A hagyományokhoz híven a helyszínt ezúttal is a szabadtéri színpad biztosította, ahol a versenyzők több erőemelő számban is megmérettették magukat. De a nézők sem ültek tétlenül. Aki kedvet kapott, az kipróbálhatta a különféle gyakorlatokat. Ezzel a lehetőséggel pedig többen is éltek. Nagy küzdelmek, óriási súlyok, és a végén egy győztes. Mindez jövő heti adásunkban. A július 13-a igazán mozgalmasra sikeredett, hiszen három különböző program is követte egymást. Ezen a napon népzenei gálán is részt vehettek azok, akik kilátogattak a szabadtéri színpadhoz. A fellépő gyerekek Dicsőszentmártonból és Kostelekről érkeztek. Hajdúszoboszlón táboroznak, az este folyamán pedig megmutatták nekünk népzenei és néptáncos tehetségüket. A fiatalok műsorában a 2014-es Fölszállott a Páva tehetségkutató közönségdíjasa, Vaszi Levente is közreműködött. Minden hétre jut legalább egy zenei élmény koncert formájában. Nem volt ez másként most sem. A tavalyi év sikerére való tekintettel ismét megrendezésre került július 13-án a Smith Rock Family koncertje. A banda igazán kitett magáért, óriási bulit csaptak, melyhez Lukács Peta, a Bikini együttes gitárosa is hozzájárult. A rockzenét kedvelőknek ez az este Kánaán volt. Éjjelig tomboltak az zúzós dalokra. Töretlen lendülettel az államosítás felé. Az önkormányzatok önállóságának megnyírbálása továbbra is lépten nyomon tetten érhető. A víz és csatorna szolgáltatás elvesztése után szeptembertől a szemétszállítás sem végezheti a VGRT. Ezt a tényt az az állami szervezet döntötte el, amelyik két év alatt a számlázási rendszerét sem volt képes felállítani. Többek között erről és egyéb aktuális kérdésekről kérdeztük városunk polgármesterét, dr. Sóvágó Lászlót. A város lakossága nem tud különbséget tenni, ugye most épülni fog egy szabadidő centrum, illetve egy sportcsarnok is. A kettőről külön-külön mit lehet tudni? Milyen sportágak lesznek ott elérhetők, milyen pénzből, illetve mikor kezdik magát a megvalósítást? Kezdem azzal, hogy biztosan meg fog épülni, ez pedig a szabadidő park, szabadidő centrum, bárhogy nevezzük. A tartalma az ugyanaz. Végül is ott lesz egy lakosság számára használható műanyag kispálya. Az extrém park, ami ott a csúszdán mellett van, azt átvisszük és bővítjük. Azon túl lesz egy BMX pálya, és lesznek olyan játékok, amelyeknek gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt lehetőséget nyújt, és épül egy körülbelül egy kilométer hosszú műanyag futópálya, és ezt télen és nyáron is lehet majd használni. Aztán felújítjuk a főépületet, és végül is egy ilyen
kellemes környezetbe helyeznénk el. Vannak tervek a parkosítására, épp egy görgkocsolyapálya is, azt se hagyjam ki. És összeáll egy ilyen szépen parkosított terület a megfelelő játékokkal. Ezt neveznénk szabadidő parknak, mondjuk így. Erre van testületi döntés, ugye ezt a legutóbbi testületülésen elfogadta a képviselőtestület, pénzt is szavazott rá, ezt pályázat nélkül saját erőnkből építenénk meg. Többször megfogalmazódott már a város lakóinak körében az az igény, hogy épüljön egy sportcsarnok, amit hát neveznek egyszerűen sportcsarnoknak, vagy van, aki egy kicsit cifrázza, és azt mondja, hogy multifunkcionális sportcsarnok. Végül is a kettő között az lenne a különbség, ha lenne, az, hogy ugye az egyikbe elsősorban sport dominálna, míg hogyha ezt olyanra építjük, amely multifunkcionális, akkor ott lehetnének hangversenyek, koncertek, lehetnének kiállító termek, lehetne akár valamiféle vásár is. Szemben az előzővel, amire mondtam, hogy megvan a pénzünk, tehát a szabadidő parkra, erre nincs meg a pénzünk, azért is döntött úgy a testület, hogy látván, hogy vannak városok, ahol valamiféle pontosan be nem látható jogszabályok alapján kaptak ilyen multifunkcionális sportcsarnokot, kérjünk mi is, írtunk egy levelet, még érdemi választ nem kaptunk rá, sőt mi ehhez azt is hozzátettük, hogy nem csak szeretnénk, hogy legyen, hanem a város 225 millió forintot kiegészítésnek önerőként szán, bizonyítván, hogy a terveink és céljaink megalapozottak. Ezt nem tudom megígérni, hogy ez mikor történik meg, mint mondtam, ez olyan nagy pénz, amelynek csak töredékét képes a város kigazdálkodni, ez kb. 20%-a egyébként, amit mi felajánlottunk. És bár nem tartozik ide szorosan, de ha mennyire belemennünk a sportba, hadd említsem meg, hogy a legutóbbi testületülésen arról is döntött a képviselőtestület, hogy a szabadtéri mozi helyén egy műjégpálya épül. A pénzünk is megvan rá, megkezdődött a tervezése, és hát reményeink szerint a jövő adventkor, 2018 novemberébe ezt átadnánk a szoboszlói fiataloknak. Azért kell így fogalmazom, hogy reményeink szerint, mert ugye a közbeszerzések sok-sok gondot és problémát vetnek fel. Ha amiatt elhúzódik az eljárás, akkor én előre mellevelet állítok ki magamnak, és szeretném megigazolni, hogy nem a mi hibánkból, de mi ekkora tervezzük az átadását. Most több tervet is említett, melyiket tartja a legfontosabbnak? Hát, mivel sokszínűek vagyunk, itt élő emberek vélhetően van, aki mondjuk sportcsarnokot szeretne elsősorban, mert hogy a meglévő az nem olyan szép, jó és elegáns, de sokan vannak, akik azt mondják, hogy mint ahogy eddig is, mi a tömegsportra kell, hogy a hangsúlyt helyezzük, és nagyon örülnek, hogy olyan sportolási lehetőségekhez jutnak, amelyek máshol nincsenek. Például olyan szabadidő centrum vagy park, amit mi építünk, ilyen tudtam, nincs a megyébe, de jégpálya is csak Debrecenben van, ha jól tudom. Tehát azt gondolom, hogy majd a szoboszlóiak elmondhatják, hogy az ő városuk a tömegsport számára is megfelelő lehetőségeket biztosít. Akkor ez volt a sportirány, most egy teljesen másik témát szeretnék érinteni. Több testületi ülésen is téma volt a hulladékszállítási káosz, és az a cég, aki képtelen két év alatt egy számlázási rendszert felépíteni, az mondja meg, hogy kikkel és hogyan kell szállítani a szemetet. Ehhez mit tud hozzáfűzni, vagy hozzátenni? Mi a véleménye erről? Hát én régen mondtam, hogy a szemétszállítás területén most már valóban kaotikus állapotok uralkodnak. Tudnék erősebb jelzőt is használni, de visszafogom magamat, ezért csak annyit mondok, hogy kaotikus állapotok uralkodnak. Ugye szeptember végével a városgazdától elvették a hulladékszállítás jogát, tehát itt szeptember végéig mindenképpen meg kell találni azt a megoldást, amely a hulladék fizikai elvitelét eredményezi. Ez már úgy nem történhet, hogy a városgazda viszi, mármint a saját nevében. Úgy történhet, hogy egy debreceni cég, amelynek a megyében egyedül van jogosultsága hulladékszállításra, a városgazda
megállapodást köt vele, és hát a féle alvállalkozóként a debreceni cég nevébe a Városgazda emberei, ahogy eddig is elszállítják a hulladékot, ez a valószínűsíthető dolog, de mi, az önkormányzat már szinte semmilyen jogosítvánnyal nem rendelkezik. Ha rendelkeznénk, egyébként is restelleném, hogy tavaly hónapokat késtek a díjbeszedésével, most pedig, ha jól tudom, még ebben az évben nem kaptak hajdúszoboszlói polgárok sem, legalábbis a nagy többség biztos nem kapott befizetéshez csekket. Az lesz a probléma, hogy mi nem tudunk majd olyan módon beleszólni a hulladékszállításba, amely a szoboszlói polgárok érdekeit szolgálja. Azt szeretném hinni, vagy abban reménykedek, hogy akik átveszik majd, beleértve a teljes vertikumát, azok tudják, hogy mit csinálnak, és a szemétszállítás színvonal nem fog romlani. Erre van is valamelyest esély, hisz ha a Városgazda csinálja továbbra is, mármint megbízás alapján, akkor én nagyon remélem, hogy az a színvonal az megmarad, és akkor többé-kevésbé a hajdúszoboszlói polgárok megelégedésére történik mindez. De számomra ma is átláthatatlan, hogy miért kellett egy jól működő rendszer fölborítani. Számomra ma is elképzelhetetlen, hogy ha már meg akarták ezt változtatni, akkor miért nem történt ez meg szakszerűen is időbe. És kíváncsian várom, hogy majd amikor itt sok minden amortizálódik, akkor vajon fektetnek-e annyi pénzt mondjuk a nagyon drága a gépkocsik vásárlásával, hogy ne csökkenjen a szolgáltatás színvonala. Mert azért van példa arra, hogy amit elvettek, az már nem így működik. Semmiféle jobb baloldaliság, meg politika belekeverése nem szükségeltetik ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy például ugye az egykor virágzó víz és szennyvíz szolgáltatás, az mióta beolvadt a nagy kalapba, azóta veszteséges. A szoboszlói polgárok persze nem érzik, mert az állam kipótolja, de érthetetlennek tartom, hogy egy jól működő rendszer miért kellett rosszá tenni. És csak nehogy ez következzen be a hulladékszállításra is. És még mindig van egy szelet, ugye, egy nagyon kicsi szelet, de azért az is sok szoboszlói polgárt érint. Még a meleg vízellátás és hőszolgáltatás az nincs eldöntve, hogy mi lesz és ki végzi ezt a szolgáltatást. Polgármester úr Facebook bejegyzésében olvastuk, hogy Hajdúszoboszló a turisztikai központi támogatásokból méltatlanul keveset kap, illetve ennek következtében ezen a listán hátul áll. Azt írtam, hogy hátul van, nem emlékszem. A legfeljebb azt írhattam, hogy megígérték, valószínűleg ez a kis félreértésekkel, megígérték, hogy még május elején kiemelt turisztikai térségé nyilvánítják nem csak Hajdúszoboszlót, hanem minimum a Hortobágy, Debrecen, Hajdúszoboszló háromszöget, tehát ez nem csak Hajdúszoboszló városát érinti, hanem Debrecent is ugyanúgy. És hát sajnos több mint két hónap eltelt, de ez nem történt meg, ez fájhatott nekem ebben a beírásban, mert egyébként Hajdúszoboszló idegenforgalma jól teljesít. Éppen az első fél évi adatokat mutatták kollégáim, és 6,5%-kal növekedett a vendégészakák száma, tehát nincs okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy nem jól mennek a dolgok. Inkább azt várnám, hogy ahogy megvan rá a kormányzati szándék, ez történjen meg a valóságban, és nyilvánítsák a város kiemelt turisztikai régióvá, és ahogy másoknak is jelentős fejlesztéseket ígértek, nekünk is tegyék ezt meg, megtették már, tehát egy ilyen előzetes elképzések vannak, hogy ebben a leendő kormányhatározatban milyen turisztikai fejlesztések szerepelnek, de én megvárnám a kormányhatározat írott változatát, és amikor az meg lesz, akkor ígérem, hogy abból ismertetni fogom a városi televízió nézőivel, hogy végül is a kormányzat milyen turisztikai elképzeléseinket támogatja, lesz ilyen, azt gondolom, néhány. A legutóbbi testületülésen elfogadta a testület azt a határozatot, hogy szeptember 1-től visszaveszik a sörsátort üzemeltető bérlőtől a területet, és elkezdődik a szabadtéri színpad felújítása. Mikor kezdődik ez a felújítás? Milyen pénzekből, mikorra lesz esetleg kész ennek a részleteiről, mit lehet tudni? Új szabadtéri épül, meg kérem, hogy ne használjuk a felújítás szót, tehát teljesen új szabadtéri épül, vadonatúj, nem is azon a helyen, hanem ugye mellette, a régit meg elbontjuk, és azt ott szépen a park részévé tesszük.
még mindig nem dőlt el, hogy miből épül. Épül, az biztos, azért kell így fogalmaznom, mert van bent egy gyógyhelypályázatunk, aminek része a szabadtéri megépítése, de nem csak mi, hanem 18 magyar üdülőváros több mint egy éve nem kapott választ arra, hogy ezek a pályázatok ezek el lesznek-e bírálva, azt beszélik, hogy vissza fogják vonni ezeket a pályázatokat. Na most, hogyha a pályázatot megnyerjük, akkor pályázati pénzből, de nem várunk csak egy ideig, és ha nem, akkor megépítjük saját pénzünkből. Ez körülbelül akkor kell véglegesen eldönteni, hogy miből épül, amikor ugye a most megkezdett közbeszerzés az eredményes lesz, és kiválasztjuk a kivitelezőt. A terveink szerint jövő júniusban kell átadni a szabadtéri színpadot, de azért használok mindig terveinket, mert szeretnék hiteles maradni, és ugyanakkor sok ember nem ismeri a magyar közbeszerzési szabályokat, hogy milyen bonyolult is ez. Ugye sokszor maguk a közbeszerzési pályázatot benyújtók fordulnak egymás ellen bírósághoz, ez elhúzza az eljárásokat. Tehát ha normális ügymenetbe mennek a dolgok, akkor jövő júniusban itt szabadtéri színpad lesz, és át fogjuk adni. Mivel döntően a Sörsátor a fesztiváltér helyén épült, ebből következik, hogy a fesztiváltérnek reményeink szerint ez az utolsó szezonja, és át fogjuk egy másik helyre telepíteni. A hátrányos helyzetű gyermekek a tanév végétől, hogy ne maradjanak melegebéd nélkül, kormányrendelet alapján közétkeztetésben részesülnek. A fejadagok és a normák kötöttek, az adagokat sokan keveslik. Július elején Balogh Ferenc hajdúszlováki önkormányzati képviselő hívta fel stábunkat azzal a kéréssel, hogy menjünk át Szovátra, és nézzük meg, milyen ebédet kapnak a szováti hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Megmutatod, hogy mi a mai ebéd? Az ilyen brokkoli. És a második? Az meg ilyen spagetti féle. Szombat, vasárnap nincsen, csak hétköznap. És mit szóltok hozzá? Hát most már többet adnak, mert eddig kevesebbet adtak, kis adagot. 220 körüli gyermekre szoktunk kérni a központi költségvetésből, a kormánytól. Ezt maradéktalanul megkapjuk, sőt, még amivel kicsivel többet kérünk le, mert nem minden gyerek fogja ezt felvenni. A maradék pénzt azt vissza szoktuk utalni az államnak. Azt hiszem, a tavaly évben 4,5 millió forint közétkeztetést kaptunk a kormánytól. Úgy, hogy közben a nyersanyagok nagy részét az önkormányzat saját maga megtermeli közmunkaprogram keretében. Ettől az évtől már az előállításra is kap támogatást az önkormányzat. Ezért sem tudom megérteni azt, hogy abból a pénzből hogy nem tudja kigazdálkodni az élelmezés vezető, illetve az önkormányzat egy rendes étkezést a gyerekeknek. Igen, keveset kaptunk, de amúgy most is köveset kaptunk. Megkérdezték, hogy hanyadikosok vagyunk, és úgy többet adtak. Milyen a kaja? Hát, nagyon keveset adnak, és volt, amikor töltött káposztát, és felet kaptunk. A témával kapcsolatban természetesen megkerestük a település polgármesterét is. A szépen felújított épületben a város vezetői éppen a közmunkaprogrammal kapcsolatban készítettek terveket. Kérdéseinkre azonnal válaszoltak. 185 gyerek étkeztetés van most. Annyian kapnak ingyenes étkezést, azon kívül egy 100-110 fő felnőtt étkezés van, és új 20 fő óvodás gyereknek van az étkezése. Még nagyon ügyelünk arra, és én ezt kiadtam még annak idején is, hogy a szabványnak megfelelően a törvény előír minőséget és mennyiséget kapják meg a gyerekek. Nem célunk az, hogy ennél kevesebbet adjunk akárnekek is, akárkinek is. Az a célunk, hogy elégedettek legyenek, mert mink ezt a konyhát üzemeltetni szeretnénk, és így bővítettük, mert a alapanyagot nem csak most már megvásároljuk az itteni vállalkozóktól, hanem saját magunk is termeljük. A
adagok, az ételek összeállítása, az a élelmezés vezetőnek a feladata. Az önkormányzat ebben nem szól bele, hogy milyen ételsort állít össze. Ez, ahogy törvény előírás szerint tartsuk be. Tudom azt, hogy akik elhordják a étkező gyerekek, mindenki többet szeretne, de a előjött mennyiséget, azt a 3 deci levest és a megfelelő hús mennyiséget erre mindig ügyelünk, hogy ez meglegyen. Többen adagolják, és így kértem az élelmezés vezetőt arra, hogy figyeljen oda, mert nem egy személy adagol, hanem többen adagolnak, hogy mindenki a megfelelő mennyiséget adja a gyerekeknek. A gyermek étkeztetés 570 forint van bruttóba egy adag étel összeállítása, ami tartalmaz a nyersanyag normát és a rezsiköltségeket is, és az áfát is. Erre kapnak valamilyen támogatást, erre a több száz ebéd elkészítésére naponta? Persze, erre pályázatot adtunk be, ezzel pontosan el kell számolni napi mennyiségbe, és megigényeljük azt a összeget annyi főre, és ezt nem tudjuk teljesíteni, akkor ebben vissza kell fizetni, de nem célunk az, hogy a megkapott támogatást még visszafizessük. Azért rendeltem annak idején el, hogy ne bent, mert lehetne bent is étkeztetni a gyerekeket, és akkor nem kellene elhordani, hogy olyan tapasztalat volt, hogy a gyerekek inkább szeretnek érte jönni, mint hogy azt fogyasszák el nyáron. És tudom, hogy ez egy kicsit kellemetlenebb, de ezt is felvállalt az önkormányzat. Én úgy gondolom, hogy olyan nagy probléma az ebéddel nincs, amilyen esetleg ezt most egyesek felfújták. Tud róla, hogy többen elégedetlenek a mennyiség és a minőség miatt? Nálam úgy személy még nem volt bent, aki hordja és elégedetlen lett volna, de jelezték felem ezt a problémát. Képviselővel és az alpolgármester asszonnyal is beszéltünk erről a témáról. Leültünk már az élelmezés vezetővel, a gondozási központ vezetőjével, és ott megbeszéltük ezeket a problémákat. Már előtte ez lett a önök megjelenése előtt. Megalapozott volt ez a szülők általi internetes felszólalás, hogy kevés az adag? Én úgy gondolom, hogy nem megalapozott ez. Egy kis túlzás van benne. Váradi Jenő agrármérnök polgármester javaslatára ellátogattunk a tangazdaságba és az önkormányzat által fenntartott konyhára, ahol egyre pontosabb képet kaptunk arról, hogyan működik a gyermekétkeztetés és a közmunkaprogram, melynek segítségével, főleg az idei évtől, sok olyan alapanyagot megtermelnek, amire a főzés során szükség van. Az előbb bejártuk a hajdószobáltan a fóliasátorokat és a kertészetet, ahol ebben az évben és termeljük a saját a konyhára, és a felesleget pedig kedvezményes áron a piacon a hajdószobáti lakosoknak értékesítjük. Ezt a feladatok a közfoglalkoztatás terén pályázatban nyertük, 5 startprogramunk van, ebből kiemelt a kertészet, van még belterületi utak, árkok javítása, tisztítása, hulladékgazdálkodás, külterületokat és egy építőipari részlegünk is van, helyi sajátosságoknak a építése, járdáknak a felújítása. Mint láttuk, gyakorlatilag a régi temető melletti veteményes kertet bekerítettük, a kerítést és a közmunkások végezték el. Betonoszlopok öntése is folyamatban volt, kerítés, minden saját erőből végeztünk el. Én úgy gondolom, hogy ezekre kell Hajdúszobáton összpontosítani, nem pedig itt egymás lejáratására kell törekedni. Körutunk végén Zelizi Miklós, hajdúszoboszlói élelmezés vezető központi kimutatásokkal támasztotta alá, hogy a gyermekek az előírt kvóta alapján kapják meg az ebédet. A fejadagok pontos meghatározás szerint kerülnek adagolásra. A leveshez például a 3 deciliteres merőkanál ad segítséget. A minisztériumi rendeletnek megfelelően 19. óta gyermekétkeztetést folytatunk, tehát ahogy a törvény előírja, ami azt jelenti, hogy a rászoruló családoknál a gyermekétkeztetést nekünk kell biztosítani, most per pillanat elszállítása, tehát érte jönnek és elviszik a gyerekek az étkezést az önkormányzat által biztosított étel hordókban. A minőségre én úgy gondolom, hogy nem lehet panasz. Én úgy gondolom, hogy amióta itt vagyok,
sokkal jobb lett az étkeztetésnek a minősége, és ez nekem eddig ez jött vissza. Sajnos van biztos olyan, hogy akinek nem ízlik valami, arra azt mondja, hogy nem jó, erre nem tudok mit mondani, de én úgy gondolom, hogy a minőség nem. A mennyiségre csak annyit tudok mondani, hogy nekem van egy szabvány, amit be kell tartanom. Ez a 37/2014-es EMMI rendelet, amely előírja nekem, hogy mennyi nyersanyagot, mennyi normát használhatok föl. A tangazdaságból nagykereskedelmi áron kapják a helyben megtermelt árut, ami segítség. Az ebédeket pedig a következő költségvetésből kell kigazdálkodni. Átlagban 268 forintból kell kihoznunk egy normát, tehát a Hajdú-Bihari naplóban megjelent 570 forintos ár, hogy ennyiből kell egy gyermeknek étkezést biztosítani, az azt jelenti, hogy ebből el kell vennünk az áfát, és el kell vennünk az önköltséget. Az áfa 27%, az önköltség 45%. Ha én ezt visszaosztom, akkor 270 forint jön ki átlagba egy gyermekre, mivel de utána, ha számolnunk kell tovább, tehát van alsós, felsős és középiskolás gyermekünk iskolai étkezésbe, őnekik ez külön, tehát magához az anyaghányathoz kell lebontani. Tehát egy alsós gyermeknek 200 forint körülre jön ki az anyag költsége. Ez mennyiségben mit jelent? Mondjuk 5 deka hús, 10 deka hús? Ez azt jelenti, hogy 4-6 deka hús nyers állapotban, még egy gimnazistának 10-12 deka nyers húst kell számolni. Ez ha megfőzzük, sajnos nem olyan nagy. Gondolom ebből akkor adódik a probléma. De sajnos nekünk ezt be kell tartanunk, ez az EMMI által előírt, tehát nekünk nem csak annyit kell figyelnünk, hogy hány deka a húst, itt figyelni kell a kalóriát, figyelni kell a zsírtartalmat, a szénhidrátot, a fehérjét, és ezeket, hogyha nem tartom be, akkor azért van más irányból problémák. Az idei lovasnapokra több ezren voltak kíváncsiak. A szervezők 3 napon keresztül kínáltak minden korosztály számára színvonalas programot. Az 51. hortobágyi lovasnapokon 3 napon keresztül több helyszínen folyamatos programokkal várták az érdeklődőket. A pontos és precíz szervezés eredményeként a résztvevők, a versenyzők, a lovasok és a nézők mindannyian boldogan, elégedetten és örömmel tekintenek vissza a múlt hétvégi eseményekre. Sladek Róbert főszervező pedig összegzésként pont a lényeget emelte ki. Ez az a hüvörgés, ez az a nagyon szép. Azt gondolom, hogy minden jó érzés, mert hátán ilyenkor úgymond föláll a szőr, borsózik a karján a bőr. Azt gondolom, hogy gyönyörű látvány, és köszönöm önöknek, hogy itt voltak, hogy tapsoltak nekünk. A lovasnapok mindig a múlt, a jelen és kicsit a jövőről szól. Egy olyan nagy rendezvény, mint a hortobágyi lovasnapok, ahol 3 napon keresztül 6 helyszínen folyamatosan mennek a programok, akár a gyerekprogramokról, a koncertekről, a lovasversenyekről beszélünk. Ez egy óriási munka ezt összehangolni. Rengeteg ember munkájára van szükség, nagyon sok tervezésre van szükség, és ahol 240 ló összejön, több száz ember, a programoknak stimmelni kell, be kell tartani az időket, időnként alkalmazkodni a viharjelzéshez, amit kap az ember az internetről. Ezt összehangolni nem kis feladat. És úgy gondolom, hogy ezen a rendezvényen, aki járt, mindenütt tisztaságot, rendet és precizitást észlelhetett. Természetesen tökéletes rendezvény nincs, lehet, hogyha sokan vannak, kicsit sokat kell állni a pörköltél vagy a slambucér sorba, de hogy nem tudom röviden elmondani önöknek, de lényeg az, hogy nagyon sok ember munkájára van szükség. Több száz ember munkájára van szükség. Általában megköszönik a szponzoroknak és a versenyigazgatónak a munkát, de azt gondolom, hogy nem megbántással, de a háttér emberek nélkül nem lehet jó rendezvényt csinálni. És itt rengeteg ember dolgozik a háttérben, akinek a nevét soha nem mondják ki, és ritkán köszönik meg nekik. Én ezt most megtettem. Hortobágyon mindig a generációk működtették a pásztorságot és az egész életet. Valószínűleg jól végzik a szülők a munkájukat, és jó irányba terelik a gyerekeiket, hiszen nagyon sok olyan család él itt, aki tényleg generációk óta Hortobágyon él, Hortobágyon dolgozik, azért, hogy ez úgy maradhasson fönt, ahogy nagyon sok éven keresztül, évtizede, évszázada itt van. A Ménesben is a csikósok között van több generáció. Az öreg Garai Lali bácsitól
kezdve a fián át, az unokákig, mindenki itt dolgozik és tesz valamit azért, hogy így legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy család ez a Hortobágy, a Hortobágyon dolgozó emberek, és egy családban ugye több generáció él, és talán azért van ez így. Hortobágy évszázadokon keresztül 1948-ig Debrecenváros része volt, és most ugye ennek kapcsán van az, hogy Debrecen úgy gondolta, hogy akkor támogatja a hortobágyi lovasnapokat, és aktív részeseként, szervezőjeként, támogatójaként részt vesz ezen a rendezvénysorozaton. Nyitni kell, és a Tiszató az nagyon közel van Hortobágyhoz, közel van Szoboszlóhoz, közel van Debrecenhez. Nem szabad ennyire bezárkóznia senkinek és egyik régiónak sem, hiszen ha valaki profitál a vendégekből, a turizmusból, én nem gondolom, hogy a másik elvenné tőle a látogatókat. Szét ki kell tárni a kapukat, és közösen kell programokat kitaláljunk, közösen kell azon dolgozni, hogy azok az emberek, akik kimozdulnak a mai világban otthonról, veszik a fáradtságot, és nem a televíziót, meg az internetet bújják, hanem kirándulnak és nézelődjenek, azok minél több mindent megismerhessenek. És nem szabad úgy kezelni, szerintem a Tiszafüred, Tiszató, Balmazújváros, Debrecen, Szoboszló körzetét, hogy most mindenki bezárkozik. Nem, igenis együtt kell dolgozni és megfogni azokat az embereket, akik kíváncsiak erre a régióra. A három nap alatt többször elhangzott Hortobágyon Hajdúszoboszló neve. Szinte valamennyi versenyszámban találkozhattunk hajdúszoboszlói versenyzővel. A Western helyszínen Katona Imre szerepelt szép eredménnyel, sok hajdúszoboszlói szurkolt a remek lovasnak. A nemzetközi díjugratók között Petrovics Fanni a regionális versenyen Aranyos Hédi képviselte a szoboszlói lovasokat. A legizgalmasabb versenyszámra, a nagy díjra vasárnap délután került sor. Rendkívül szoros összevetésben a versenyt ifjabb Máté István nyerte. A fiatal lovas gyermekkorában nézőként vett részt a hortobágyi lovasnapokon, akkor még nem gondolta, hogy pár évtized múlva ő nyeri a versenyt. A hangulata szuper, ugye tradíciója van ennek az egész versenynek, nagy múltja. Ugye a mostani igazgatóság, a Sladek család, a szervezőség nagyon mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyre komolyabb versenyek legyenek, és szerintem jó úton haladnak e felé. A versenyzőknek is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy munkájuk eredményes legyen. Ezért a lovasoknak a nyári szezonban nincs megállás, minden hétvégén verseny van. A hétvégén úgy néz ki, hogy csütörtökön összepakoljuk a cuccot, felrakjuk a lovakat, eljövünk, lovagolunk, utána meg a versenyzéssel foglalkozunk csak. Sok apróságra kell figyelnie. Mi az, ami kizökkentheti, vagy befolyásolhatja? Engem legjobban az időjárás szokott befolyásolni igazából, vagy hogyha az egyik lovam rosszul szerepel, az valamilyen szinten kihat a másikra is. Itt most négy lóval ment, és melyiket hogy fogja gondolatban megdicsérni? Hát igazából majdnem, hogy mindegyikkel elégedett vagyok. Egy csikó volt, ami nem volt túlságosan jó. Még sok munka kell bele. Mondja már el a lovai nevét, és hogy milyen fajtákat lovagolt. Hát ezek mind német lovak, tehát Oldenburg és Holsteiniek. A fiatalomat Szentinyúnak hívják, ő egy 6 éves. Neki ez a pálya, ez most egy kicsit meg sok volt. Tehát a körülmények, ez a rengeteg ember, a hangok, őt ez nagyon befolyásolta, pedig egyébként eredményesen szokott versenyezni. A Csakrinyú, ő is most kezdte a pályafutását, ő már egy idősebb ló, ő várakozáson felül teljesített ma. Volt a Flyboy, akire igazából számítottam, hogy nyeri a nagy díjat, de úgy megviccelt, ugye, ahogy mondtam, nem volt jó napja, és a Cassus Bibendi, aki szuperül teljesített. Fejtse meg ezt a latin nevet, hogy a nézők jobban értsék, hogy miért is örülhet ennek a lónak. Cassus Bibendi azt jelenti, hogy okazivásra. Úgyhogy hát most bebizonyította, hogy adott okot az ivásra. A versenyzőknek Erdélyi Magdolna ismét kiváló pályákat épített, a nagydíj pedig számtalan meglepetést tartogatott a nézők számára. A rendkívül erős mezőnyben 18 ló és lovas mérte össze tudását. Az összevetésben két hibátlan lovaglást láthattunk. A helyezettek értékes külön díjakban részesültek, a himnusz a győztes páros tiszteletére szólt. A csikós versenyen több helyen is holtverseny alakult ki. A két első, Garai Lajos és Pincés László egy-egy csikót kaptak ajándékba. Az 51. hortobágyi lovasnapokat a hagyományok szerint ismét a kancaménes behajtási képe zárta.
Nedves zománcport valamilyen módon egy felületen vékony rétegben elhelyeznek, majd az egészet kemencében kiégetik. Ismerkedjenek meg közelebbről a tűzzománc technikával. Ebből a képzőművészeti ágból nyílt kiállítás a napokban a Kulturális Központban. Újabb kiállítás nyílt a Kulturális Központban. A tűzzománc szakkör tagjai egész évben sokat dolgoztak a különféle megtekinthető tárgyakon. Emellett versenyeken, pályázatokon vettek részt, többször is nagyon szép eredménnyel tértek haza. Ez az iparművészeti, képzőművészeti technika a kézügyesség mellett nagy türelmet is igényel, hiszen időigényes folyamat, amíg egy alkotás elkészül. Én 15 éve vagyok itt, és azóta rendszeresen minden héten van szakkör, egy pici nyári szünetben is heti rendszerességgel találkozunk a gyerekekkel. 10-16 fő között vannak, akik járnak, a gyerekek. Ők úgy jönnek, hogy természetesen aki tud, az jön, dolgozik, aki nem tud, minden héten nem tudnak, de ez a 10-16 fő mozog egész évben. Maga ez a tűzzománc technika, ez micsoda, miről szól, vagy hogyan kell készíteni akár egy-egy képet, és mennyi idő? Azért szokták mondani, hogy a tűzzománc talán egy ilyen nehéz műfaj, mert sok időbe kerül az elkészítése. Egy kicsi képpel is, egy nagy képpel is ugyanannyi bíbelődés van, de nagyon szép végeredmény születhet. Tulajdonképpen vörös rézre, vaslemezre dolgozunk, nagy részt. Van, akik már megpróbáltak ezüstre is, főleg a felnőtt csoport tagjai közül, mert van egy ötvösünk is, és erre a fémre úgy dolgoznak, hogy természetesen ezt letisztítják, a vörösrezet megcsiszolják, előkészítik, zsírtalanítják, és ellenzománcot tesznek, majd a fő oldalra alapozás után belekarcolják, vagy attól függ, hogy milyen technikát választanak, mert több technika és sok technika van a tűzzománcon belül is, hogy mit alkalmaznak, az szerint választanak, hogy karcolnak, festenek, fújnak, sablontechnikát választanak, előtte fűrészelhetnek, tehát a fiúk imádnak fűrészelni, nagyon szeretik ezt csinálni. Ha medált készítünk, az megint más, mintha egy kis képet készítenek. Ebben az évben új területre léptek, a tűzzománc területén, kiléptek a térbe. Ez új fejezetet nyit a szakkör életében, és már is nagy sikert könyvelhetnek el. Ez a darab is látható a kiállításon. Nem csak sík képeket készítünk és ékszereket, hanem térbe pakoltuk ki az ománcainkat, amit kifűrészettünk és megmunkáltunk, megfestettünk, díszítettünk, kalapáltunk, fúrtunk, faragtunk, fűrészeltünk. Tehát óriási élvezettel, nagy örömmel készítik, hál' Istennek. Nagyon-nagyon sokáig járnak vissza, amíg bírnak. Hát akkor veszítjük el a gyerekeket, amikor már nem fér bele az idejükbe, a napi rendjükbe, a heti rendjükbe, az, hogy még egy szakörre, erre a szakörre is eljárnak, de van, aki gyógyszerész, orvos, már felnőtt nő, férfi, és azt mondja, hogy visszajön, mert neki ez egy felüdülés. Kiszakít a mindennapokból, előhozza a fantáziát és a kreativitást. Számos téma kerül előtérbe az év során. Követik az előre meghatározott tematikát, de a közbejövő pályázatok ezt felülírhatják. Amik megjelennek, és megtalálom, vagy meghívnak, már ismernek, és akkor tudják, hogy szoktunk jelentkezni, akkor kapunk egy témát, akár egy mesére, akár egy versre, akár egy szövegre, egy idézetre, egy meserészletre, akkor arra közösen leülünk, körbeüljük az asztalt, és rajzolunk, tervezünk, ötletelünk, gyűjtünk, szavakat rakunk ki, képeket rakunk ki, és akkor utána áll össze, hogy mit is akarunk. De menet közben ez mindig alakul, és aztán ez a tervezési időszaka lecseng, és utána kezdődik a fizikai munka. A szoboszlói tűzzománc szakkör kevés létszámmal működik, mégis hatalmas sikereket érnek el. A kiállítás megnyitóra minden korosztályból érkeztek érdeklődők. Sokakat kíváncsivá tett ez az iparművészeti ág. Egy családbaráttól értesültem, ő küldte a meghívót, képen szabadságon van. Hát mi a legjobban tetszik, az ilyen tűznek az ábrázolása főleg, meg hogy az érzelmeiket is ki tudják, mert a pénz nem feltétlenül konkrét dolgokat alkotnak, csak hanem az érzelmeiket. A kiállítást július 30-áig tekinthetik meg a Kulturális Központ első emeletén.
Sport, tánc, buli, ez mind jellemzi a zumbát, melynek igen sok követője van városunkban. Van, aki a mozgás, van, aki a társaság jó hangulat miatt vesz részt. Mostantól kezdve hetente hódolhatnak szenvedélyüknek, hiszen újra beindult a zumba. És egy kis plusz, hogy jó időben a szabadban zajlanak az órák. Néhány évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel kezdődött Kállai Etus vezetésével a zumba városunkban. Ez az aerobikot és táncot is ötvöző mozgásforma hamar sokak kedvencévé vált, teltházas órákat tartott az edző. Majd életében bekövetkezett változások miatt itt befejezte az oktatást. A zumba lelkes híve, követője, Kanizsainé Marcsi nemrég valóra váltotta álmait, zumba oktató lett, hogy Etus nyomdokaiba lépjen. Ez egy hosszú folyamat volt. Én először Etusnak az óráján voltam zumba órán, és én azelőtt Felvidőkről származom, és Királyhelmeten jártam ilyen modern tánc órákra, és nekem nagyon hiányzott itt valami ilyesfajta sport, ami nem arról szól, hogy most feltétlenül mozogni kell, hanem tényleg úgy élvezi az ember az egész órát, és én az Etus órájáról úgy jöttem ki, hogy na végre ez az, amit én szeretnék, ez az, amit kerestem, és akkor jártam hozzá nagyon sokáig, aztán sajnos ugye ő elkerült innen. Körülbelül 2 év, ugye? Két év eltelt úgy Szoboszlón, hogy nem volt zumba, és nekem annyira hiányzott. Egy rövid képzés alatt megszerezhető ugyan a képesítés, de ez nagyon kevés még a sikerhez. A táncos múlt és a folyamatos gyakorlás jutotta el mostani szintjére a fiatal anyukát. Bátran állítom, nem úgy látszott, mintha kezdő lenne. Egy ilyen kétnapos képzés volt most júniusban Budapesten, azt megcsináltam, meg hát gyakorolni sokat-sokat, meg majd még lesznek további képzések, például most pénteken is megyek a következőre, aztán tartom az órákat, és remélem, hogy jönnek majd sokan, mert nagyon sokan jelezték egyébként újak is, hogy kíváncsiak a zumbára, meg a régiek is nagyon várják már, hogy elkezdődjön. Mi hozza meg vajon a sikert? Kérdeztem Etustól, aki már nagy tapasztalatokkal bír. A kétnapos oktatás kevésnek tűnhet. Nem az a két nap hozza meg, de mivel Marika már régóta jár, és nagyon sokszor vittem magammal fellépésekre is, tehát volt velem fellépéseken is, ezért adottság is kell azért hozzá, aki oktató, tehát kell hozzá azért egy tánc ritmusérzék, hogy tudja csinálni, koreográfiákat kell tervezni, meg kell tanulni, meg kell csinálni, és ugye mindez nem elég, belülről kell, hogy jöjjön. Tehát egy zumba oktatónak a lelkéből kell jönni mindezt, hogy imádja csinálni, nagyon szeret, és ezt tudja átadni a vendégeknek. Pár éve, amikor hazánkban megjelent ez a sport, sokan belevágtak, aztán vesztett népszerűségéből, de most újra sokan keresik. Nagyon keresik a zumbát, most megint fellendült egyébként a zumbázás Budapesten is érezhetően. Én júniusban kitaláltam egy olyan ötletet, hogy a Szabadsághidat lezárták, és zumbázunk a Szabadsághidon, amit meg is valósítottam június végén, és a szervezővel egyeztetve augusztus 13-án megismételjük. Úgy néz ki, hogy rengeteg érdeklődő van, nagyon sokan jelentkeztek rá, valószínűleg 100-200 emberre lehet számítani a hídon, ahol egyszerre fogunk zumbázni, úgyhogy szeretettel várjuk a szoboszlói csapatot is. A zumbában ki lehet élni táncos kedvünket, legális diszkó anyukáknak, így jellemezte óráját Marcsi. Persze ne gondoljuk, hogy könnyed az az egy óra, hamar legördültek az első izzadságcseppek. Az idei év fürdőruha divatja igen széles palettát vonultat fel. Hogy el tudjunk igazodni benne, Piros Erika hajdúszoboszlói kötődésű, Budapesten élő stylist segítségét kértük. Mielőtt megtudnánk, mi az idei divat, először azt javaslom, hallgassuk meg, mit tanácsol a stylist, majd önálló válogatásba kezdünk. Nem csak csinos, hanem igen változatos az idei fürdőruha divat, hiszen nem mindegy, hogy mit, hogyan villantunk a strandon. Ami biztos, hogy nagy trendnek számít idén, az egyberészes fürdőruhák, ezek lehetnek úszódresszek, mélyen dekoltált változatban is, vagy akár tele vannak pántokkal, cipzárakkal, de még igazán szexi az a horgolt egyrészes fürdőruha.
De beszéljünk egy kicsit a többiről is. 80-as éveket idézi a legtöbb fürdőruha, ami két részes. Ez lehet egy bralett stílusú, ami fehér neműt idézi főleg. Akár az utcára is felvehetjük egy rövid nadrággal, és ilyen crop top hatása lesz. Ne feledkezzünk el a fekete-fehér, arany-ezüst és akár bársony anyagból készült fürdőruhákról sem. Hatalmas fodrokkal is el vannak látva a fürdőruhák, úgyhogy azt gondolom, hogy az idén mindenki megtalálja neki megfelelő darabot, és bátran csillogatunk a strandon vagy a verence mellett. A helyi Krisztina butikba mentünk, hogy szemügyre vegyük a választékot. Nagyjából mindent meg is találtunk, amit Erika ajánlott. Nem divat idén a tangás alsó, nem dominálnak a falatnyi anyagok, inkább a raffinált, szexi megoldások. Fűzős bugyi felsővel, magas derekú alsó, geometriai formák, csipkeanyagok, necbetétek. Néhány praktikus tanács. A fodor hangsúlyozza azt a részt, ahol viseljük. A magas derék lenyomja a felesleget a pocakunkról, játszhatunk a színekkel is, a teltebbek alul-felül egy színűt válasszanak inkább. A klasszikus fekete elegáns, örök divat, idén kiegészítőkkel dobhatjuk fel. A helyi teniszcentrumban főleg reggel és a hűvösebb esti órákban hódolnak szenvedélyüknek a sportolók, akik tudásban, korban is teljesen különbözőek. A versenyszezonnak már vége, a nyár folyamán így izgalmak nélkül lehet ütögetni, csiszolni a tudást. A tavaszi szezon már lezajlott, a helyi teniszklub jó pozícióból várja az őszi folytatást. Jelenleg megye 2-es csapat van Hajdúszoboszlón. A csapatversenyek már májusban lezajlottak, májusban és június elején. A csapatunk a Tempó Tools utazási iroda szponzorálásával működik. 6 győzelem és egy vereség mellett a második helyen zárta a tavaszi sorozatot, és folytatás követelik szeptemberben és augusztus végén, illetve szeptemberben zajlanak majd a további küzdelmek. Hát második helyről várja a csapata a folytatást. Két korosztály számára tartanak gyerekedzéseket, amelyeken játékos formában lehet elsajátítani a tenisz alapjait, fűszerezve egy kis mozgáskoordinációs, erőlétfejlesztő gyakorlattal. A tenyeres és fonák kiváló megtanulásához bizony kitartónak kell lenni. Igen, csoportos edzések vannak a gyerekek számára két korosztályban, a kicsiknek így a nyári szünetben heti 3-szor, hétfő, szerda, pénteken 9-től szoktak jönni. Az idősebb korosztályt édesapám viszi, ők is hétfő, szerda, pénteken szintén 9 órától szoktak így a szünetben járni edzésre. A nyári időszakban viszonylag jó a salakpályák kihasználtsága, helyiek és vendégek is igénybe veszik. A nyári szezonban a salakpályákon van lehetőség játszani, végül is elég vegyes a pályák kihasználtsága, főleg esti órákban szoktak a helyiek teniszezni, a napközben a fürdőből szoktak átjönni, a hotelből vannak vendéglátogatóink. Tehát... A gyermekek július végén, augusztus elején tenisztáborban csiszolhatják majd tudásukat, de teljesen kezdőket is várnak, erről bővebben a Sportcentrum honlapján olvashatnak. Hírhozónk végére értünk, de ne menjenek sehová. Maradjanak velünk, hiszen magazinunkban sportról és zenéről is szó lesz. Felejthetetlen nyaralást szeretnél? Akkor választ Hajdúszoboszlót! Európa legnagyobb fürdőkomplexumában világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart, izgalmas kalandcsúszdák várnak! Hűvös időben a nyaralás megmentője a fedett élményfürdő. Garantáltan a legtöbb vízélmény. Hungaroszpá, Hajdúszoboszló. Balaton, Magyarország egy ikonikus földrajzi egysége, és Balaton akaratja a Balaton kapuja, tehát legközelebb van Budapesthez, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsőként egy települési közvilágítási rendszert úgy sikerült megújítani, hogy az nem csak takarékos, hanem intelligens. De ez nem minden, mert ez egy platform, ez egy olyan, mint egy Lego alaplap, és minden olyan intelligens funkciót, amelyet jövőben a település igénybe szeretne venni,
mik ezek, légszennyezésmérés, forgalomszámlálás, akár parkolóhelykeresés, de bármi, ami idézőjelben egy oszlopra fölrakható érzékelő, azt ez a rendszer kezelni tudja és kezelni fogja tudni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minőségi közszolgáltatásokat nyújtsunk az itt élőknek és a hozzánk látogató turistáknak. Ennek egyik fontos eleme a közvilágítás, és ezért is döntött tavaly a képviselőtestület amellett, hogy a közvilágításunkat megújítjuk, és Európában egyedülálló, új, smart, intelligens, irányítható közvilágítás felé fordultunk. Balatonakaratján az EON Energiakereskedelmi Kft. És az EON DSO együttműködésében korszerű ledes lámpatesteket szereltünk föl. A 787 darab elavult lámpatest helyett immár 1183 darab korszerű LED lámpa biztosítja a közvilágítást, és teszi mindezt energiatakarékos módon. A lámpatestek mindegyike antennával felszerelt, így egymással is képesek kommunikálni, valamint a központi vezérlő rendszerrel is, és így összességében egy integrált közvilágítási rendszert képeznek. Reményeink szerint a jövőben ugyanilyen megoldásokat tudunk szállítani ügyfeleinknek, önkormányzatoknak, és már nem csak arra gondolunk, hogy energiát megtakarítsunk egy ledégővel, egy LED lámpával, hanem olyan okosságot tegyünk mögé, ami egy platformot jelent ahhoz, hogy egy smart települést építsünk ki. Családjával Hajdúszoboszlón, Európa legnagyobb fürdőkomplexumában, ahol világhírű gyógyfürdő, strand, csúszdapark, fedett élményfürdő várja. A legtöbb vízélményt 5 csillagos minőségben garantáltan nálunk találja. Hungaroszpá, Hajdúszoboszló. A következő percekben szeretnék bemutatni egy nagyon sikeres fiatal sportolót, aki eredményei ellenére nagyon szerény maradt. Zolit évek óta ismerem, a harangháznál beszélgettünk élményekről, tapasztalatokról és Malagáról is. Évek óta ismerem számomra, de azt hiszem még sokan vagyunk úgy, akik úgy gondolják, hogy olyan az élete, mint egy mese. Sok küzdelemmel, betegséggel, kórházban töltött hetekkel, hónapokkal a háta mögött a sport felé fordult, és ott egészen a dobogó legfelső fokára állhatott, már több ízben világbajnokságon is. Néhány héttel ezelőtt már másodjára. Sportolói karriere rohamtempóban ível felfelé, eredményei ellenére azonban végtelenül szerény maradt. Munkájában rengeteg küzdelem áll, ő ugyanis szervát ültetett. Egy olyan fiatalemberrel ülök itt, aki néhány napja érkezett haza a 21. szervát ültetettek világjátékáról. Hogy érezted magad? Egy utólag visszagondolva, nagyon jó volt. Amikor ott voltam, akkor nagyon vegyes érzéseim voltak. A hét első fele az elég nehezen indult. 3. helyezés és 1 arany. Bronzérmes helyezést ért el Malagán a szervát ültetettek világbajnokságán a röplabda csapatával, valamint egyéni asztali teniszben és tollas vegyes párosban is ezt az érmet akasztották a nyakába. Páros asztali teniszben pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Belevágtunk ezzel a közepébe, de először kezdjük az elején. Több mint 10 évvel ezelőtt derült ki betegsége. 2005-ben derült ki, hogy nem működnek a veseim. A betegségem igen nefropátia, az egy gyógyíthatatlan és visszafordíthatatlan autoimmun betegség. Nem tudják, hogy mitől alakult ki. Magas vérnyomás
mérése után derült ki, hogy ez van. Közel másfél évet jártam művesi kezelésre, aztán 2007. február 3-án jött a telefon, hogy van egy szúpi kis vese nekem, és aznap megtörtént a transzplantáció. 6 éves kora óta sportol, imádta a focit, a transzplantációt követően azonban az ütköző sportok tiltó listára kerültek. 2009-ben Kaposvárra ment a felnőtt válogatott edzőtáborába, ott ismerkedett meg ezzel a közeggel. Labda érzékére az edzők is felfigyeltek, innentől pedig nem volt megállás. 2010 óta vagyok válogatott kerettag, minden évben sikerül magam kvalifikálni az adott évi nemzetközi versenyekre. Nyertem már Európa-bajnokságot asztali teniszben 4-szer, ugye egyéniben és párosban, ezt így összesen. Volt már ugye a mostanival együtt világbajnokságon is 2 első helyezésünk. Tóth Attila párommal, ő egy budapesti csontvelő átültett fiatalember. Igazából már minden helyezést megszereztem, amit lehetett. Sorra hozza a jobbnál jobb eredményeket a világversenyekről. Az edzéseket mindenki lakóhelyétől függően oldja meg. Ő is több helyen edz és versenyez. A szervátültetésem óta a Trapancs Egyesület tagja vagyok, és ott sportolok. Szervátültetett fiatalok sport és rehabilitációs tábora, ez a 2 fő dolog, amivel foglalkozik. Nagyon sokat köszönhetek a Trapancsnak igazából. Tehát, ha ők nem lennének, akkor én sem tartanék itt, ahol. Most már ott azért a rangidősök közé tartozok, és a fiatalokat most már lassan mi nagyobbak is a szárnyaink alá vesszük. Ugye most 6 gyerek is volt velünk a világbajnokságon, és ugye számukra mi már, hát mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen példaként, vagy példaképként tekintenek ránk, mert ugye ugyanazt az utat járják végig, amit mi, látják, hogy honnan jöttünk, tehát a kórháztól egészen adott esetben egy világbajnoki címig milyen út vezet, és sokat segít az nekik, hogy ott vagyunk és figyelünk rájuk, terelgetjük őket. A Magyar Szerváltültetettek Szövetsége dolgozza ki a versenyrendszert, ami által a versenyzők kvalifikálhatják magukat a különféle megmérettetésekre. A nemzetközi versenyeket mindig edzőtáborok előzik meg, azok többnyire Budapesten szoktak lenni, de volt már Gödöllőn, Kaposváron, több helyen is. Ott ugye napi több edzéssel, 1 hét, 2 hét, ugye, ahogy az edzőtábor sikerül leszervezni. Azok nagyon intenzív edzések, ott mindig nagyon-nagyon elfáradok, ugye azért csak nagyobb terhelést kapunk, mint itthon hétköznapi szinten. Ott mindig nagyon kimerülök, nem csak testileg, hanem fejben is. Ott mindig kicsit úgy érzem, hogy húha, most mi lesz odakint, hogy fog ez sikerülni. Aztán utána mindig jön pár nap pihenő, az utazás, és valahogy kintre valóban sikerül csúcsformába lendülni, és az ottani szereplések mindig úgy sikerülnek, ahogy szeretném többnyire. Nem csak fizikailag, hanem mentálisan is kimerítő egy-egy verseny. Persze mindenki szeretné a legjobb formáját hozni. Az egészségi állapot romlása azonban nagyban befolyásolhatja a verseny menetét, vagy akár meg is gátolhatja a kijutást egy-egy megmérettetésre. A tapasztalat döntő lehet nehéz helyzetekben, de még így sem garantált a sima győzelem. Milyennek láttad a versenyen az ellenfeleket? Ami nálunk nagy lutri, az, hogy bármikor jöhet egy olyan új ember, aki mondjuk az én esetemben asztali teniszes vagy tollaslabdás gyerekkorral vagy múlttal rendelkezik. Ugye azt meg kell jegyezni, hogy én 20 évesen kezdtem el asztali teniszezni, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy tök jó, hogy én mondjuk 2-szeres világbajnok vagyok, de azért tudom hol a helyem az épek világában. Tehát én azokkal szoktam mindig összehasonlítani magam, akik ugyanabban a helyzetben vannak, mint én. Azok között valóban ott vagyok jelenleg a legjobbak között, de bármikor jöhet valaki, aki mondjuk játszik 6 éves kora óta,
őt azért valószínűleg sose fogom tudni utolérni és legyőzni. Természetes, hogy szabad idejét ennek szenteli. A sportolás mellett dolgozik, hobbiának él. Kereskedelemben dolgozom, és hát ugye menni kell, csinálni kell, pörögni kell. A mi sportunkban nincs igazán, tehát konkrétan nincs pénz, úgyhogy ebből nem tudunk megélni. Én ezt a sportot is abszolút a szabadidőmben tudom csinálni, és tehát ha van szabadidőm, akkor erre fordítom, vagy imádok vezetni, szeretek kirándulni. Van egy sportmotorom, azzal nagyon szeretek menni ide-oda. Tehát kirándulás, túrázás, igazából mindegy, csak mozogjak és tudjak pörögni. Tekintve eddigi pályafutását és őt ismerve, biztos, hogy bővül még továbbra is éremgyűjteménye. Már lassan a végéhez közeledik az a vitorlázó repülő verseny, amelynek köszönhetően élettel telt meg a reptér. Egymás mellett sorakoztak fel a versenyzőgépek, bár az időjárás néha megnehezítette a dolgukat a többnapos verseny folyamán. Nagy jelentőségű verseny zajlott az elmúlt héten a repülőtéren. Különféle gépek érkeztek, és kedvező széljárás esetén a fellegekbe is emelkedtek. A 62. magyar vitorlázó repülő nemzeti bajnokság és 4. civis termálkupa helyszínén vagyunk itt a Hajdúszoboszlói sportrepülőtéren. Ez egy nemzeti bajnokság, az alapja az egész versenynek, melyen 27 résztvevő küzd meg egymással, illetve emellett területi bajnokságot is rendeztünk, ahol még további 20 feletti létszámmal versenyeznek versenyzők. A két verseny igaz párhuzamosan megy, de két különböző versenyszám, vagy pontosabban két különböző verseny, különböző géposztályokban versenyeznek a versenyzők. A verseny csütörtöki napján mi is ott voltunk. Több gép startját néztük végig. Szeme gyönyörködtető látvány, ahogyan ezek a könnyű gépek a magasba emelkednek, majd eltűnnek a felhők között. Nagyjából úgy néz ki az egész verseny menete, hogyha időjárás kedvező, megengedi a meteorológiai viszonyok, megengedik a repülést, akkor egy reggeli vagy egy délelőtti eligazítás után, ahol tájékoztatjuk a versenyzőket a napi feladatukról, illetve a meteorológiai helyzetről. Ezek után kimennek a start helyszínére, és már a kedvező időjárási viszonyok mellett elkezdjük a repülőgépeket felvontatni. A pilóták itt egy képzeletbeli vonalat, a startvonalat átrepülve kezdik meg egyénileg a versenyzést, és a egyformán kiadott versenyszámokat próbálják egyénileg egymással párhuzamosan megrepülni, és nyilván az fog a nap végén győzni, aki a legnagyobb távolságot megtette a legjobb átlagsebességgel. Tehát ez egy viszonylag egyszerűnek hangzó dolog, de azért itt az ország legjobbjai sorakoznak fel, akik egyébként nemzetközi szinten is megállják a helyüket. És ugye ez egy több mint egy hétig tartó verseny, melynek a végén összesítésben majd kiderül, hogy ki a legjobb. Most pedig jöjjön néhány érdekes adat a versenyről. Körülbelül olyan 60 repülővel kell elboldogulnunk egy nap. Az úgy néz ki, hogy most 6 plusz fél, tehát inkább 6 erős vontató gépünk van, amelyel egy órán belül, a versenyszabályzatok szerint egy órán belül a levegőben kell lenni az egész mezőnynek, és egy-egy repülőgépet 600 méterre fel kell húzni. Ezek a pilóták tehát már közel sem kezdők. Minden verseny kiemelkedően fontos tapasztalás, tanulás szempontjából, és persze mindenki a legjobbat szeretné kihozni magából és a repülőjéből egyaránt. A végső sorrend számos tényező, szempont részlet összegzéséből kerül ki. Van egy stáb, ugye, aki az egész verseny alatt segíti a versenyzők tevékenységét, illetve tőlük kapja a feladatokat. És igazából egy versenynap végén a sportbizottságnak az elnöke az, aki kiértékeli egyenként a versenyzők teljesítményét, ezt pedig úgy tudja kiértékelni, hogy minden versenyzőnél digitális GPS alapú rögzítőrendszer van, ami minden olyan adatot rögzít repülés során, ami a kiértékeléshez kell. Tehát a pozíciójukat, a sebességet, magasságot, mindent, tehát és ebből lehet majd kalkulálni a napi győzteseket. Hiába gond a szervezés és alapos előkészület, a szél mindent keresztül húzhat.
két évvel ezelőtt rendeztünk hasonló bajnokságot itt Hajdúszoboszlón. Akkor nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás, és gyakorlatilag minden nap lehetett versenyszámot indítani, de most nem vagyunk így, sajnos el vagyunk maradva, egy értékelhető versenynapunk volt eddig. Az időjárásnak a helyi viszonyai nem engedték meg, hogy megrepülhetőek legyenek a versenyszámok. A mai nap ismét egy jó nap volt, és most úgy néz ki, most előreláthatólag, hogy most napokon keresztül tudunk még repülni, tehát a ilyenkor kötelező négy sikeresen megrepült versenyszámot, azt reményeink szerint most úgy néz ki, hogy talán teljesíteni tudjuk. Szép, gomoly felhős, szép idős időket várunk tovább, és sok-sok termékkel, amiben megemelkednek a versenyzőink. A hangulat az a szervezők részéről az ugye változó, mert mi nekünk nem itt kezdődik a verseny, hanem már egy-két héttel, sőt már hónapokkal a verseny megindítása előtt. De azért próbálunk helytállni, és persze lessük a versenyzők, meg itt az itt lévő kisegítők, családtagoknak az igényeit próbálunk helytállni. Versenyzőktől nem hallottunk rosszat, szeretik Hajdúszoboszlót, szeretik ezt a helyet, a várost is, magát a repülőteret is, egyébként jó adottságai vannak a környéknek. Most egy picit talán gyengébb volt az időjárás, a megszokottnál gyengébb, de ők ezt pontosan fel tudják mérni, vitorlázó repülők, tudják, hogy az időjárás az ilyen, egyébként meg a helyen teljesen elégedettek, és élvezték az eddigi itt létet is. Most pedig az interjú végén nézzék meg azt a zenés összefoglalót, amit az egyik repülős, Osztjáni Barnabás készített. Open sea, oceans moving in my
Július 6-án már a próbát is nagyon sokan követik figyelemmel, a koncert pedig teltházzal ment le. Gergely Róbert lépett fel a szabadtéri színpadon. Újra nálunk koncertezett Gergely Róbert. Hajdúszoboszlón utoljára a születi mulatságon lépett közönség elé, akkor Szécsi Pál emlékműsorával. Ez alkalommal július 6-án Oda vagyok magáért elnevezésű show műsorát hozta a nagy érdeműnek. Zenészekkel, táncosokkal már órákkal a kezdés előtt próbáltak, hogy minden a legtökéletesebb legyen estére, aminek fontos üzenete van. Feleleveníteni az ismerkedési tradíciókat, a mai fiatalokhoz közelebb hozni ezeket, mindkét nem oldaláról egyaránt. A koncertnek az a címe, a fő címe, hogy Oda vagyok magáért, a fekete hajáért folytatta a dal, vagy folytatja majd a dal. Nyilván ez az egyik nóta, ami majd meg elhangzik és felcsendül ebben. Gyakorlatilag ez a műsor arról fog szólni, és remélem, hogy ez majd átjön a Rivaldán és a színpadon keresztül, hogy nagyon örülnénk a barátaimmal együtt, akikkel együtt ezt a műsort összehoztuk, hogyha ma a 21. században azt az üzenetet hordozná magában ez az összeállítás, ez a műsor, hogy milyen jó lenne, hogy a 21. században tudnák a férfiak, hogy hogyan kell egy nőhöz közeledni, hogyan kell megszólítani. És milyen jó lenne, hogyha a 21. században a nők tudnák, hogy hogyan kell fogadni ezt a fajta közeledést. Én egy régi vágású fiú vagyok, én szeretek udvarolni, vagy szerettem udvarolni, és szeretem megadni a módját annak, hogyha valakivel annak idején, vagy akár most szeretnék megismerkedni, akkor ez nem egy villámrandiból, vagy egy két mondatból történne meg az ismerkedés, és az egymás megismerése, hanem az egy folyamat. Azok a dalok, amelyeket ma összeállítottunk, és amelyeket bemutatok, remélem, hogy ismerősként fognak csengeni, mert a Van a Bajza utca sarkán egy kis palota kezdetű dallal kezdődik, aztán egészen eljutunk egy olyan rockmix összeállításig, amely már tulajdonképpen a felszabadultságot, a jó kedvet, az együtt táncolást és azt a bohémságot rejti magába, ahová el tud jutni már egy kapcsolat. Tombol a nyár, számos fellépése van, de igyekszik időt szakítani a pihenésre. Az ország több pontján koncertezik. Hajdúszoboszló különlegesebb számára, mint a többi város. Itt fontos esemény történt az életében. Kell, hogy időt szakítson az ember arra, hogy egy kicsit megálljon, egy kicsit megnyugodjon, pihenjen. Megyünk Siófokra, Magyar Hertelendre. Jövő héten ugyan Szentesen játszunk, de azt tervezzük, hogy esetleg ott maradunk még egy plusz napot. Olyan nagyon nagy ívű nyaralások nem lesznek, kisebbek. Igen, és azt elárulhatom neked és a nézőinknek, hogy akkor, amikor én elkezdtem a pályafutásomat, életem első szabadtéri koncertje itt volt. Úgyhogy én most egy kicsit nosztalgiázom, és amikor ide begördült a mi kis utazó buszunk, és megláttam ezt a környezetet, akkor elém tolultak ezek az emlékek, akkor is a torkomban volt a szívem, és lehet, még az is elképzelhető, hogy azok közül, akik ma este meglátogatnak minket, és erre a randevúra igent mondanak, és itt lesznek, lehet, hogy köztük is lesz olyan, akikkel jó pár évvel ezelőtt elsőként találkozhattam, majd meg fogom tudakolni. Elárulom mindenkinek, hogy annak idején, amikor elkezdtem a pályafutásomat, és az első koncertemet vidéken megszervezték, hát ide jöttem először. Csak azt tegye fel a kezét, akivel esetleg találkoztam még a búrháborúk idején. Önnel, jaj, de jó, örülök, hogy itt van. Én azt hiszem, hogy így behatárolni azért lehet. Nyilván 40 pluszosokra gondol az ember elsősorban, de észrevettem én, hogy vannak fiatalabbak is, mert azok a dalok és azok a kincsek, dalkincseink, amelyekre azt tudom mondani, hogy ezek ma már klasszikus popdalok, amelyek ebben a műsorban is szerepelnek, meg persze kicsit nosztalgikusak is, az tudja érdekelni azokat az embereket, akik szeretik a zenét, akik szeretik a muzsikát, és nyitottak. Szeretném, ha szeretne, rám nevetne, mert kívánom sokáig, csak örökre. Oda vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaláért, mosolyáért. Már a próbára is nagyon sokan kíváncsiak voltak, a koncert pedig teltházzal ment végig. Az időjárás is kegyes volt, így mindenki egy nagyszerű élményben részesülhetett, akár a színpadon volt, akár a nézőtéren. Az est sztárvendégeként Vágó Bernadett, a Budapesti Operett Színház művésznője lépett színpadra.
talán még azt is elárulhatom, hogy most már nem egyedül lép fel, hiszen a szíve alatt hordoz valamit vagy valakit, aki majdnem sokára meg is születik. Számomra ez is egy élmény, ezt most megosztottam, igaz, hogy nem voltam rá felhatalmazva, de remélem, hogy ez boldogságot jelent majd Berniéknek is, hiszen az a jövevény, aki majd hallja ezeket a dalokat, remélem, hogy ott bentről is egyetért majd a dallamokkal és a szövegekkel. Én tüzet kértem, bár nem dohányzom, szemébe néztem, szívem is dobban. Jézus a helyén, karomba venném, ez történt valami. Éltünk egy kis dingit, jártuk a kék vizet, és éltünk közben mindig egy kis lelki életet. Az idejét sem tudom, mikor találkoztunk először, de most van alkalmunk először együtt dolgozni. A Budapesti Operett Színházban vagyok társulati tag, és Robi is játszik ott. Meg a szakmából kifolyólag valahogy már nagyon régóta ismerjük egymást, viszont nemrég volt az első koncertünk, ez lesz a második, és én nagyon izgatottan várom, mert nagyon jó vele együtt dolgozni. Zseniális partner, én nagyon szeretem a hangját is, a munkásságát is, úgyhogy nagy öröm, hogy itt lehetek. Azóta nem nézek rá olyan szendén. Ez történt lelém. Néhány hónap múlva hozza világra első gyermekét, így természetes, hogy már nem a munkál az első helyem. Rengeteget dolgozott, most másra kerül a hangsúly. A kánikula hatással van rám, természetesen. Egy picit összeszedettebben készülök a munkára, mint eddig. Eddig, ha napi 12 óra után álltam színpadon, vagy hogy a színpadi dolgommal együtt mondjuk 12 órát dolgoztam egy nap, az nem kottyant meg. Most már azért odafigyelek, hiszen nem csak magamért felelek, hanem a kisbabámért is felelős vagyok, úgyhogy természetesen megpróbálok többet pihenni egy koncert előtt. Ennyi a különbség. Vár rá még néhány fellépés, aztán egy ideig hátat fordít a színpadnak. A koncert nagy sikerrel zárult. Gergely Róbert ismét fergeteges koncerttel ajándékozta meg Hajdúszoboszlót. Köszönöm szépen! Elmegyek az éjszakába mulatni címmel, magyar nóta és mulatós estet rendezett a Kovács Máté Művelődési Központ. Aki a felhívásnak elegettéve ellátogatott július 7-én a szabadtéri színpadhoz, az valóban egy nagyot bulizhatott. Cigány nótákra, mulatós dalokra és még operettre is robhatta a nagy érdemű. Jó estét kívánok! A Kulturális Központ által megrendezésre kerülő nótaestek mindig nagy sikernek örvendenek. Ezeket a programokat mindig a jókedv, vidámság jellemzi. Nem volt ez másként most szombaton sem. Rengetegen kilátogattak a szabadtéri színpadhoz, hogy egy jót énekeljenek, táncoljanak az előadókkal. A fellépések sorát Csikós Márta kezdte meg, aki már az első pár dal alatt meghozta a hangulatot. Már gyermekkorától kezdve az énekléssel foglalkozik. A zene az élete. Én 6 éves korom óta zenét tanulok, és ez az életem is. A Nemzeti Filharmónia énekművésze vagyok, zenetanár, úgyhogy tanítottam is zenetanárként is, és hát én tulajdonképpen az operától indultam el, tehát fordítva felülről lefelé, opera, műdalok, operett, magyar nóta, népdal, még musicalt is szoktam énekelni, sőt már volt, hogy slágert is énekeltem. Tehát elég széles a repertoárom, mikor mit kérnek. Van francia sanzonokat, Edith Piaf sanzonokat énekeltem, volt, hogy cigányt énekeltem, tehát elég sok a repertoárom anyaga. Koncerten Dömsödi Farkas Bálint nótaénekessel közösen adtak elő 3 dalt, melyre itt Szoboszlón került sor először. Többször dolgoztak már együtt. A közös munka alkalmával pedig kiderült, hogy hasonló hullámhosszon vannak zeneileg. Így fogalmazódott meg bennük a közös duettezés gondolata. Az énekesnő sokat jár Szoboszlóra, minden évben megfordul itt. Nem csak fellépések alkalmával, de nyaralni is örömmel jön. Nekünk itt van üdülési jogunk, az egyik
neves szállodában, úgyhogy évente többször járunk ide fürödni is, de meg hát fellépni is, hogyha hívnak. Mi nagyon szeretünk itt lenni, nagyon jó a víz, nagyon jó a társaság, a vendéglátók, tehát nagyon szeretünk ide jönni. Dömsödi Farkas Bálint magyar nótákkal és hangulatos csárdásokkal készült a közönségnek. Az énekes folyamatosan készül új dalokkal. Közelmúltban egy szerzői lemez jelent meg, Szirmai László szerzői CD-je, és ezen azt hiszem 10 vagy 11-en énekelünk választott dalokat, mi választottuk ki ezeket a nótákat, csárdásokat, és ezt a műsort most azzal a csárdással indítom, amely a lemezen is hallható, ezen a Szirmai László szerzői lemezen, a címe, előre bemondom, de jó kis csárdás. Remélem, jól fog sikerülni. Így is lett, nagyon jól sikerült, de emellett az egész fellépés is. Meglepetés produkcióként a Derűs Alkony népdalkör lépett színpadra, akikkel tovább lehetett dalolni, de egy táncos produkció is a színpadra került. És ez még csak az este kezdete volt, hiszen a fellépések nagyja még csak ezek után következett. Dankó Szilvia nevét is sokan ismerhetik azok, akik kedvelik a mulatóst. Fellépésére a tőle már jól ismert dalokat hozta, melyekkel osztatlan sikert aratott. Csak úgy, mint Sláger Tibó, aki már a 10. lemeze megjelenésének küszöbén áll. A régieket, természetesen a tradicionális slágereimet mindenképp elosztam, hogy ezt nem lehet kihagyni a műsorból, illetve készülnek új dalai. Most én most a 10. lemezemnek a megjelenésének a küszöbén állok, és néhány új dallal is érkeztem, igen. Tibó először amatőr zenekarokban basszusgitározott, később pedig saját dalokat kezdett el írni, melyek egyre sikeresebbek lettek. Mára több mint 300 szerzeménye van, nem véletlenül nevezik a mulatós műfaj slágergyárosának is. A legsikeresebb a Kék a szeme című száma, mely hihetetlen mértékben meghódította a magyar közönséget. De vajon mi az, ami ennyi év után is arra ösztökéli, hogy újabb dalokat írjon? Engem a siker, a közönség, a jó bulik, a rossz bulik minden motivál tulajdonképpen, ami az élettel és a zenével kapcsolatos. Adódnak a dolgok, mint a dalaim is. Jönnek, nem tudni honnét és nem tudni miért, de jönnek, és sikeresek szerencsére. Az estét az úgynevezett Roma Revue műfaj megteremtője, Liszter Sándor és a Vadrózsák műsora zárta. Kezdtem a szakmát, és a Kimittudos voltam, akkor a Kimittud megkapta a működési engedélyt, ez már nagyon régen volt, és akkor a pesti éjszakába kerültem bele, a Revue, a varieté szakmába, és ott én nem, úgy énekeltem mindig, hogy egy nagy tánckar volt körülöttem. Tehát olyan jó kis amerikás, látványos műsort csináltam, és nem csak megszerettem, meg is szoktam. És megfogadtam, ha bár úgy kiesek a pesti éjszakából, vagy a varieté szakmából, én egy utazó társat hozok létre, és ezt én azóta, ezt már majdnem mostan szép halkan mondom, 40 éve, ezt én hozom, ezt a társaságot. Én maradok, a tánckart meg mindig újítom, mert valamikor a nagymamájukkal kezdtem, meg az anyukájuk is már kiöregedett, aztán most néznek a 4. generáció után majd csak, hogy szép fiatalok legyenek. Sokan támadják a mulatóst, de vannak ennek a műfajnak nagyon tanult képviselői is, csak úgy, mint Liszter Sándor, aki mindig törekszik a szakmaiságra. Nem véletlen az sem, hogy számos tengeren túli fellépésre is hívták már. Tulajdonképpen a magyar nótának, a népdalnak, a cigány nótának, a cigány muzsikának egy elutódlása ez a mulatós műfaj. Ha ez a mulatós most nem lenne, én kimerem jelenteni, hogy egyszer csak vége szakadt volna ennek a nagyon nemes műfajnak. A magyarok nagyon szeretek mulatni. A magyarok szeretik a magyar nótát, nagyon szeretik a cigányzenét, a cigánynótákat, a városi dalokat, és ezeknek egy ilyen modernebb, modernebb kivitelezése lett a mulatós műfaj, és a mai fiatalok, hát ahogy látjuk is, hát nem lehet elvitatni, imádják, szeretik, mulatnak rá, és így tovább tudjuk vinni a magyar nótát, tulajdonképpen a népdalokat is valamilyen szinten, és a cigányzenét is. Éjjelig meg sem állt a mulatozás. Akik végig táncolták az estét, biztos elfáradtak, de nem pihenhetnek sokáig, hiszen a Kulturális Központ minden hétvégére tartogat olyan zenés programot, amire érdemes ellátogatni.
A Bocskai Múzeum a Ráncz György baráti társasággal karöltve tavaly ismét útjára indította a zenés nyári esték elnevezésű rendezvényét. Idén tovább folytatva a programot különböző zenés stílusokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Július 8-án a Kovács Tamásban játszott saját dalokat és feldolgozásokat is. Kellemes nyári esték jó zenével és jó hangulattal a Bocskai Múzeum udvarán. Ezúttal azonban az időjárás közbeszólt, és nem a diófa alatt ülve hallgathatta meg a közönség a július 8-ai koncertet. Már tavaly is nagy sikernek örvendett a program, idén még több érdeklődőt várnak. Tulajdonképpen tavaly volt az első, de tulajdonképpen nem az első, mert már jó pár évvel ezelőtt itt voltak zenés nyári este programok, de tavaly újítottuk fel. Úgyhogy ez most a második év. Idén most 4 előadást, ez a második. Úgyhogy ez a Kovács Tamás Band. Míg a múlt évben 3 estét rendeztek, idén már 4 alkalommal lehet élvezni a különböző zenei felhozatalt. Ebből is látszik, hogy a szervezők komolyan gondolják ezt a kezdeményezést, és bővíteni akarják a programsorozat fellépőinek számát. Színesíteni akarjuk, mert lesz tulajdonképpen autentikus népzene is lesz, tehát rockzene, blues, tehát igyekszünk mindenféle igényt kielégíteni. Bár ez nem egy nagy volumenű rendezvény, mert maga a kert se olyan, ráadásul most egybe is kellett pakolnunk, mert várható, hogy eső lesz, úgyhogy azért remélem jönni fognak. Mindenképpen minőségi zenekarokat próbálunk hívni, tehát gagyi dolgokat próbáljuk kerülni, az az igazság, és szerintem színesíti a város programjait. Ez így is van. Aki nem szereti a zsúfolt koncerthelyszíneket, annak tökéletes választás volt ezúttal a Kovács Tamás Band fellépése. Minőségi pop-rock dalok csendültek fel az este folyamán, akusztikusan. Szerintük egy remek lehetőség a nyár közepén Szoboszlón játszani. Most majdnem azt mondtam, hogy itt a múzeum kedvezett, de sajnos az idő miatt be kellett vinni. Ettől függetlenül reméljük, hogy a koncertünk ugyanolyan hangulatban telik majd, mint hogyha a kertben játszanánk. A fiúk sokszor adnak koncertet akusztikusan, de a laikusoknak nem biztos, hogy egyértelmű, mit is jelent ez pontosan. Valamint az is kérdéses, hogy igényel-e valamilyen különleges felkészülést egy hagyományos koncerthez képest. Van benne egy akusztikus gitár, ezért már akusztikus lett, de igazság szerint semmi különös nincs benne, vagy különleges felkészülés nem igényel egy ilyen produkció. A számok javarészt ugyanazok, bocsánat, hogy közben, hogy nyilván itt a kahun miatt, az ütős hangszer miatt teljesen más íze lesz az egésznek, más hangulatba kerülnek a dalok, illetve nyilván egy-két dolgot próbálunk úgy egy-két ilyen jazzesebb akkordmenettel azért felturbozni a dalokat, hogy nyilván aki eljön, az ne ugyanazt kapja, mint ha elektromos gitárra játszottunk volna. A szoboszlóiak már sokszor találkozhattak a bandával a különböző fellépéseik egyikén, és mindig megbizonyosodhatnak arról, hogy nagyon jól csinálják, amit csinálnak. De arról ritkán hallhattunk, hogy magánemberként mivel foglalkoznak. Mondhatjuk, hogy a közös céljaink, tehát én most jelenleg szerint a Debreceni Rocksűrűben tanítok éneket, illetve dobot. Marci is valószínűleg majd a későbbiekben tanár lesz, illetve ő most a Kőbányai Zenei Stúdióba felvételizett, tehát szeretné ő is zenei pályán tovább menni, Zozónak magántanítványai vannak, tehát hogy egységes módon mindannyian a zenében próbálunk valamilyen módon élni, és nyilván a banddal a legelső, tehát emellett olyan munkát keresünk, amivel tudunk zenélni minél többet. A csapat negyedik tagja sajnos eltörte a kezét, így a koncerten nem tudott részt venni, de szerencsére egy jó barát,
Varga Péter személyében kisegítette a fiúkat. A jövő hónapban ismét fellépnek a srácok Hajdúszoboszlón, ami nem csak őket tölti el izgalommal, de már mi is kíváncsian várjuk. Augusztus 17-én a szabadtéri színpadon lépünk fel a híres Hooligans együttes előtt. De az rendesen, az nagy koncert, nem akusztikus, hanem full teljes felállás van, Ernővel. És ezt hogy várjátok ezt a koncertet? Hogy jött a felkérés? Igazából ezt a felkérést ezt úgymond nyertük, a Szobrok győzelemmel jött, hogy ez egy ilyen lehetőség volt számunkra. Nyilván nagyon várjuk, és hát most már arra fognak majd zajlani a próbák. Próbáljuk összeszedni magunkat, minél jobb teljesíteni hazai pályán. Reméljük, még a Hooligans is azt mondja majd, hogy ezekre a srácokra megéri odafigyelni. Nyilván az egy külön inspiráció számunkra, hogy hazai közönség előtt játszhatunk, illetve tudjuk, olyankor nagyon sokan szoktak lenni turisták, illetve a szobosztóiak is, szóval hát csak annyit tudok ismétlem önmagam, hogy nagyon várjuk. Egy kis meglepetésben lehet majd részük azoknak, akik ellátogatnak az augusztusi koncertjükre. De most is érdemes volt végighallgatni a dalokat. Ismét szuper koncertet adtak. Látszott az örömzenélés mindegyikük arcán. A közönség is nagyon élvezte az estét, magával vitte őket a zene, muszáj volt mozogni rá. Szervezők jövőre is tervezik a program megrendezését. Várható, mert most ez a múzeumi vezetés, ez nagyon tökéletes szinte. Olyan jól tudunk együttműködni, hogy már mindig ilyen lett volna. Mi pedig már alig várjuk a következő múzeumi zenés estét. Biztosan önök is sok program közül válogatnak, néhányat mi is szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. A Hungaroszpa vendégei újabb sztárfellépő koncertjén szórakozhatnak, Nagy Adri lép színpadra szombaton 16 órától. Ma este, pénteken Kovács Kati koncertezik 8:30-tól a szabadtéri színpadon. Köszönjük, hogy velünk tartottak és megtekintették adásunkat. Ne felejtjék, 8:30-tól Kovács Katiad koncertet a szabadtéri színpadon. Viszontlátásra!